Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vonzott a misztikum, a kézzel meg nem fogható, fizikai szemmel nem látható, megmagyarázhatatlan dolgok. Az a világ, mely minnyájunkat körülvesz, és minden pillanatban áthat. És amely a szívünkön, sugallatokon, megérzéseken keresztül igyekszik felvenni velünk a kapcsolatot. Több mint tíz éve tudatosan ilyen szemmel figyelem az embereket, és a földi világunkat. Mert hiszem, hogy hitem mindenkinek van, az, hogy mikor, milyen mélységben képes megélni azt, attól függ, épp milyen tudatossági szinten áll De mindenkitől lehet tanulni valamit. Ezért jött létre ez a műsor. Utazás a lelked körül. Réka Károly színművész élettörténete mesébe illő, olyan, mint egy regény. A Jászberényi fuvaros fia elindult, hogy világot lásson és meghódítsa azt. A hódítás sikeres volt, de közben az élet saját szívéhez, érzékenységéhez igyekszik egyre közelebb vinni őt. Isten hozott nálam, nagyon örülök, hogy jöttél és beszélgetünk egy jót. Mert amikor felhívtalak, kifejezetten hálás voltam azért, hogy azt mondtad, hogy neked tetszik, hogy erről fogunk beszélgetni egy kicsit, hogy mik a kapaszkodóink, vagy mi, hogyan alakul a te hited, vagy alakult a te hited. Öm, először is, hogy van-e, vagy nincs, az majd most mindjárt kiderül. Igen. De, de nagyon, nagyon klassz dolog volt, hogy, hogy egy ilyen hívást kaptam tőled. Mert az ember vágyik arra, hogy, hogy ne azt kérdezzék meg tőle, hogy mi a kedvenc étele, és a többi, és a többi, hanem, hanem lehet, hogy van ettől, ettől komolyabb. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amiket a megkérdezett szívesebben szeretne hallani, mint ez Igen, a témakör, amit az imént említettem. És az derült ki számomra, hogy hogy itt majd ilyenekre számíthatok, akkor rajta. Rajta, abszolút. Egy kicsit mesél nekem, kérlek arról, hogy gyerekkorodból mit hozol, ami a hitet illeti. Tehát milyen minta volt előtte? Szülők, nagyszülők, volt-e valaki, aki ebben próbált téged terelgetni? Én Jászberényben születtem, és ott nőttem föl. Hát az, hogy felnőttem, a csuda, tudja, mert 18 éves koromban keveredtem el, mm. hogy 18 éves korára felnőtté válik-e az ember. Én örömmel tapasztalom, hogy mind a mai pillanatig gyűjtögetem a, a létezéshez szükséges adományokat. És szóval 18 éves koromig én ott, ott léteztem, és bár engem megkereszteltek, bár a templom az létezett az én életemben, a templomi létezés, a, templomi, a templomhoz kötődő élet volt. Csodálattal néztem azokat az emberek nagyapámékat mm -hmm. például, akiken láttam, hogy ez mennyire, mennyire része az életüknek. Része az életüknek az, hogy, hogy igen, tesszük a hétköznapi dolgainkat, de van azon túl is valami, ami itt bent lakik, vagy itt bent lakik. Nem tudom, de valami igenis része az életüknek. Amit ők nagyon nagy tiszteletben tartottak. Mert láttam azt, hogy, hogy kollártata, Anyai Minden, igen, Ugye? <laughs> igen, Minden vasárnap reggel akkurátusan megborotválkozott, mm. fölvette a fehér inget, amit nyakig begombolt, tehát utolsó gombig, a mellényt fölvette, a zakót fölvette, a tisztára boxolt csizmát fölhúzta a csizmanadrághoz, és ő elvonult a nagymamámmal a templomba. És az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy a templom után kialakult mindig egy-egy beszélgetés. Tehát az nem egy dolog volt, amit teljesíteni kellett. Tehát ebből éreztem én, hogy az valami, valami másik világ, én akkor ezzel nem találkoztam. Az valami nagyon-nagyon fontos része az életnek. Mert utána, és időnként, amikor én ott elbicikliztem a templom előtt, mert éppen piacra küldött el édesanyám, vagy bármicsoda, akkor azt láttam, hogy büszke tartású jászok, ott beszélgetnek egymással a templom előtt. Hmm. Tehát azt látom, hogy az életnek van egy olyan része, ami nem megfogható, nem is biztos, hogy pontosan meghatározható, de, de számomra pontosan ebből, hogy a nagyapámékat, akit én, akit én mind a mai napig nagyon nagy tisztelettel gondolok rá. Hmm. Tehát láttam a nagyapámat és az ő cimboráit, akik, akik ezt nagyon mélyen megélik, a, hmm. ezt, a fajta, ezt a fajta létezést. Szóval nekem az életemben, életemben ez, ez így így volt jelent kölyökkoromtól fogva, aztán aztán bigott módon én nem fordultam be, de de az azt, is egy szélsőség. azt érzem, én azt érzem, hogy valami nem csak úgy magától van, tehát valamik nem csak úgy maguktól vannak hát. léteznek, hát. Hanem, hanem és akkor most szabad választani hogy hogy attól a gondolati egységtől, vagy pedig a sors, ami megint csak nem egy kézzel fogható dolog. Nem, de van, aki sorsnak nevezi ugyanazt, mm. hiszen ne, nekem ne. olyan érzésem van, aha, hogy nagyon aha. sokféle ö, névvel illetjük azt a valamit, amit nem tudunk pontosan, mert van, aki azt mondja Isten, van, aki azt mondja égiek, van, aki azt mondja a szeretet, energia, a fény, az univerzum, vagy sors. de az én szememben, ez megint csak ez teljesen egyéni, azt gondolom mindenkinél, és ezért értek el mindenkinek a saját egyéni az én szememben ez mindegy is ugyanaz. Te külön választod? Önmagamnak is azt mondom, mint mindenki másnak, hogy, hogy nevezd akár, akár Isten közbenjárásának, Isten adományának, Istentől való dolognak, vagy nevezd a sorsnak, ezt mindenki saját maga eldönti de a dolog már pedig van. Valami a dolog van. már pedig hm. létezik. A dolog már pedig keletkezett, mi pedig valamiben élünk. Ezt megint csak nevezheti mindenki, sőt, tovább megyek. Tehát, bocsánat, megint mondom, csapongó. Nem baj. Lehet, hogy hogy ami éppen aznap történik velem, azt én nevezhetem a sorsom adományának, vagy vagy Gondolhatom azt, hogy valaki gondolkodik bennem, valaki figyel engem, és ezért jó ő, jókkal beletett az életembe egy hmm. impulzust, elhelyezett egy impulzust, hogy azt Rékasi tessék neked fölismerni. És megélni, és megoldani, égen, és fejlődni. Igen, és tovább lépni. De, de te ezt, tehát hogy melyiket választod inkább, mihez húz inkább a szíved? Ehhez, hogy van valamilyen intelligencia, energia, ami. Ilyen szempontból lehetőséget ad arra, hogy tapasztalj? Nem is, én nem erre törekszem, hogy hogy ezeket megfogalmazza. Ha Én arra törekszem, hogy hogy alkalmassá tegyem magam arra, hogyha ér valami, akár jó, akár rossz, mm. azt föl tudjam ismerni. Mm. Azt magamhoz engedjem. Igen, a rosszat is. Igen. Magamhoz engedjem. Tudod, hogy miért? Azért, mert én úgy gondolom, lehet, hogy ez nagy butaság, csak én így működöm. Hogy, hogy ami ér engem hatást, ö, ér engem hatás, azt én fölismerem, elrakom, megfogalmazom mm -hmm. a dolgokat. az egy idő után a személyiségem részévé válik. Ergo gazdagodom egy tőle. Van. Az az én feladatom és ezért mondom, hogy nem, nem is tekintem feladatomnak, nem is tekintem sarkalatos részének, az életem sarkalatos részének, hogy akkor most fölismerjem, vagy vagy névvel, pontosan, hogy névvel ruházzam föl. Nem. Alkalmassá tegyem magam arra, hogy fölismerjem az engem érő dolgokat, Igen. hogy befogadóvá tegyem magam. Abszolút értem. Erre mondják azt, hogy tudatos jelenlét. Amikor az ember... Már, föl, már tudatában van annak, hogy mi történt. Most föl. se keltem És igen, nem, nem akarok okoskodni, csak ez, ezt, ezt így is meg lehet fogalmazni, úgy, hogy akkor a tudatossági szinted már emelkedett, mert már úgy vagy jelen, hogy én nekem az is tetszik, hogy azt mondod, hogy a rossz dolgot is igenis beengeded, átengeded mm -hmm. magadon, mert te is akkor ezek szerint, ez egy kérdés valójában, azt gondolod, hogy az sem véletlenül adódik az életünkben. Véletlenek már pedig nincsenek, mm. egész biztos. Tudod, hogy miért? Na. Mert mert én úgy vélem, hogy akár rossz dolog, akár jó, az nem, igen, az nem véletlenül ér, mert én azokat behívom. Mivel hívom Na, be? Mivel. A saját létezésemmel. Uh -huh. A saját uh, személyiségemmel hívom be. Nem véletlen. Lehet, hogy butaság, amit mondok, de szerintem valami igazságnak kéne benne lenni. Tehát, ha rám mosolyognak a, a közértben, hipermarketben, bárhol, akkor az vélhetően, én legalábbis így gondolom, abból fakad, hogy én egy olyan hívójelet adok, sugárzok magamból. Igen. Tehát a személyiségem azt sugározza, hogy, hogy belépek valahova, és akkor azt mondja rám az ember, bárkicsoda is, hogy szia, jó, hogy itt vagy, gondolja magában, vagy bármicsoda is, de a hívójelet azt én adom ki. Csak, csak ö, gondolj bele, nem mindegy, hogy kilép be, és akkor maradjunk a közértes hogy, hogyan? Igen. hogy nem mindegy, hogy kilép be abba a közértbe, nem mindegy, hogy milyen magatartással, Igen. küllemmel, habitussal és a többi, azt hívja elő Igen. a fogadófélben. Igen. Tehát én, 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 én ezekben, ezekben hiszek, hogy ez igenis függ tőlem. Márpedig, ha én valamit beviszek, egy magatartást, egy, egy, egy küllemet, egy külsőt, egy, egy személyiséget, bármicsodát, akkor nem kell megijedni attól, hogy az viszont kivált valami féle hatás. Hatás ellen hatás. Hm. Adok valamit, és annak van egy következménye. Igen. Már pedig azzal tessék tisztában lenni, hogy mindenféle dolognak van egy következménye. Így tekintesz vissza egyébként az életed minden történésére? Most már tudod így nézni, vagy menet közben is tudtad így nézni? Ez sok, sokkal később jött, mint én, azt uh -huh. szerettem volna. Uh -huh. Tehát mennyivel jobb lett volna, hogyha hamarabb uh, tudok így, így létezni. És nem azért, mert, mert ú, akkor minden megoldódott volna. Nem, csak sokkal könnyebb lett volna. Így van. Mire gondolok? Elindulsz otthonról, teszed normálisan rendesen a dolgodat, és valaki rád dörren, akár káromkodva, akár, akár, fenyegetve is, vagy bármicsoda, és ha én ezt korábban ki tudom magamban alakítani, azt a viselkedési formát, amit manapság művelek, akkor mennyivel könnyebb lett volna. Tehát igyekszem nem reagálni, sőt a fiamnak is ezt mondom, hmm. Hogy, hogy, hogy ne reagálj rögtön arra, Próbálj mögé nézni, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy neki már reggel fél hétkor ennyire szúgyog rossz kedve van. Reggel fél hétkor ennyire agresszív az úton. Csak gondolj bele, valami biztos, hogy rosszul sikerülhetett. Hát Nem biztos, hogy az előtte való éjszaka, hanem az előtte való nap, az előtte való héten, és a többi, és Vagy a az többi. életében. Vajon micsoda lehet Igen. az? És ha, És ha úgy véljük legalábbis, hát beszélgetni azért hosszúkat nem beszélgetünk egy kereszteződésben. Nem. E, a, a szomszéd autóban ülő és akár mondjuk tajtékzó emberrel, de ha, ha úgy ránézésre sejtjük, hogy mi lehet a Bibi, akkor sokkal könnyebbé tesszük a magunk életét. Így van. Na ez, Tehát ez, ez a legmagasabb fokú ö, együttérzés, az empátia, ami, ami a legnagyobb leckénk egyébként életünk és éle, én hitem szerint életeink során. És ha már itt tartunk, te ezt elfogadhatónak tartod ezt a gondolatot? hiszel -e esetleg abban, hogy többször élünk, többször jövünk tapasztalni, vagy azt gondolod, hogy ez az egy van? Néhány évvel ezelőtt történt egy bibi az én életemben, volt egy balettest és szép a balettest. Mindenki. mindenki és Már humorra, balettest. Igen, igen. humorra kezem. És, és ott én átrepültem egy autó fölött, aki. Hmm. Nem az autó tehet róla, természetesen a bácsi, aki ült benne. Hmm. Átrepültem fölötte, és én ott egy kicsit meghaltam. Megérkeztek a mentők, így ismeretlenül is folyamatosan hálával is köszönettel tartozom nekik fölélesztettek. És azt mondták, mert ott én a klinikai halálállapotában voltam, és azt mondták, Gerdámnak mesélték el, hogy amikor visszatértek az életfunkcióim, mm. én folyamatosan beszéltem latinul. Tudsz latinul? Ez az, ez az életemnek az egyik, ez egyik jelentős hiátusa, Soha semmilyen módon idegen nyelvet nem tudtam megtanulni. Többféle módon tettem rá uh -huh. kísérletet, nem sikerült. Latinul meg aztán pláne nem, Igen. hát hiszen egy, egy nem, nem létező nyelv van nem Mostanában. És azt mondták ők, akik pedig akár a mentőorvos, hát hiszen tudnia kellett, tudnia kell latinul, azt mondja, hogy, hogy összefüggően, értelmesen, Beszéltem latinul. Na most, ha az embernek csak egyetlen egy élete van, és én pedig nyilvánvalóan nem tudtam megtanulni hatvan éves koromra soha egyetlen egy idegen nyelvet sem, akkor az honnan jött? És akkor dönts el mindenki, hogy akkor egyszer vagyunk itt a Földgolyóbison ebben a formában. Vagy vagy akár többször is előfordultunk. És már. én is szeretem rábízni a nézőkre is, hogy mindenki eldöntse saját maga. De te akkor ezek szerint, mert érdekel, hogy te mit gondolsz. Te azt gondolod, ahhoz húzol, hogy többször? Miután ezt én egy bizonyítéknak fogom föl, itt ezt nem, nem nagyon lehet más, hogy megmagyarázni. Egyen. Nem tudom másnak megmagyarázni, és nem is akarom másképpen megmagyarázni. Ez egy egyértelmű bizonyíték. Hmm. Éppen úgy más, más dolgokban is. Én nem nagyon fogadtam el, nem, hogy nem nagyon hittem, nem nagyon fogadtam el a, a szellemi valót, a szellemi létezést. És amikor a fiam Zsigmond kicsike volt, volt olyan, hogy éjszaka arra ébredtünk föl, hogy sikítva sírt föl a szobájában. Fölöttünk lévő szobában lakott, sikítva sírt föl. És rohantunk föl érte hozzá, és ott ült a falnál, és egy pontra merett a tekintete a szobában, és így lapult a falhoz, és ordítva sírt szegény. Fölkaptam, kivittem, megnyugtattuk, és jó idő elteltével visszavittük a szobába. Természetesen, hogy, hogy kíváncsian figyelve, hogy ő hogy, hogy reagál. És vittem be a kezembe, és hogy beléptem a szoba ajtaján, azt láttam, direkt nem fordítottam volna oda, ahol nagyon pontosan egy, 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 helyre, egy, egy helyre fókuszál. Aha. És vittem be, hogy takartam ki, ahogy, ahogy beléptem az ajtón, vele, és azt láttam, hogy a kis kobakjával, a kis tekintetével úgy figyel arra, arra a helyre. Oké, okay, történet vége, aztán visszaaludt, és és egyáltalán. De ez nem hagyott nyugodni bennünket, és kértünk egy segítséget. Uh -huh. a, az úr azt mondta, hogy. hogy a, menjünk el a házból egy pár órára. Te ne legyünk. Ott. De ne is mondjunk el neki. Semmit az égvilágon. Semmit az égvilágon uh -huh. nem mondjunk el neki. A dologgal kapcsolatban. Mi csak azt kértük, hogy derítse föl, mert mert, mert valami valami Zsigmondnál mutatkozik, valamit, valamit ő érez, vagy lát, vagy, vagy valami, valami rendetlenség van körülötte. Szépen. Nem is tudom két óra hosszával később, vagy három óra Aha. hosszával később. Egyszer csak hívott bennünket az úr, aki ott, ott szabad kezet kapott a házba, hm. és elmondta, hogy három olyan helyet talált a házban, ahol, ahol olyan szellemek bukkantak elő, laktak, léteztek folyamatosan, akik nem tudtak átlépni Igen. abba a másik világba. És ebből az egyik hely, az pontosan az a ficak volt az ő szobájában. Tehát nem tudta. Azt mondtad, ugye? hogy azt mondta, nem hogy mondjatok tudta. semmit, és nem magától nem, mutatott nem. arra a helyre, amire a zsigmond. Ú, ettől most libabőrös lettem. Pontosan azt a helyet mutatta meg. A másik hely, az, az, egy olyan Zsigmondnak a kicsi kora ellenére, akkor az nagyon-nagyon fontos volt a, 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 az internet fogadó kütyüje lakott ott, a, a, az én számítógépem mellett, ahová ő gyakran fölvándorolt, hogy azt bekapcsolni, mert, mert egy, egy laptop az időnként helyet kapott az ő életében, az ő kikapcsolódásában. És volt, hogy pedig nagyon szerette, nagyon szerette a játékokat, és volt olyan, hogy nem ment föl oda. Hmm. Tehát, ha be kellett volna kapcsolni, akkor ő inkább nem ment föl oda. A másik hely az volt. De érdekes. És így azban azt mondják, hogy a gyerekek még nyitottak, nyitottak még Látnak valamit, amit mi Igen. nem éreznek, valamit, amit a felnőtt már. Ez mindannyiunkban ott lakik. Születik velünk, csak szépen leépítjük Igen. magunkban, magunkból kitakarítjuk. Egy gyerkőc viszont ezt tökéletesen. De az döbbenetes volt, amikor, amikor rámutatott, hogy és ott hmm. lakott valaki. Szóval én ezeket nem, nem elhatározom magamban. Hmm. Tehát nem, nem elhatározom magamban, hogy akkor valaki egy vagy, vagy több alkalommal ö, járta ezeket az utcákat, ez, ezt az utat, szívta ezt a levegőt. Dönts el mindenki. Én ezt tapasztaltam. Igen. Ö, ugyancsak nem, nem ö, utána olvastam és utána kérdezgettem, és a többi. megint kaptam egy olyan visszaigazolást, hogy nincs több kérdés, hogy létezik-e szellemi világ vagy sem hogy mi magunk létezünk-e a Föld van, akik látjuk egymást, vagy már nem rendelkezünk azokkal a képességekkel, hogy érezzük, érzékeljük hm. a teljes világot, ami körülöttünk létezik. Bocsi, mert gazdagabb a világ, mint Én amit is mi gondolom. látunk, meg szagolunk, meg érezünk. Én is ezt gondolom. Muszáj még egyet kérdeznem. Mert szerintem, te, mire, igen, igen. Mert szerintem te, mire a el Pikali Gertával találkoztál, addigra már valószínű, hogy egy kicsit így gondolkodtál, vagy már így szemlélhetted a világot. És egyszerűen muszáj megkérdeznem, hogy nála érzékeltél-e olyat, vagy vele kapcsolatban, hogy, hogy nekünk dolgunk van egymással, vagy nem így alapult, nem ilyen... Tehát, hogy ismerősnek tűnt, ami hülye hangzik, hiszen színészekként már nyilván tudtatok egymásról. De hogy a lelkét megláttad-e, vagy megérezted-e? ahogy megismertétek egymást közelebbről? Az én Gerdám nem egy egyszerű eset. Miért te az vagy, Károly? Á, én szerintem, igen, egy könnyen megfogalmazható, könnyen körvonalazható ember vagyok. Hát vagy nem. vagy nem. De erről talán Gerdát kellene megkérdezni. Így van. Egy egészen nem, nem, nem hétköznapi személyiség, aki aki nagyon érdekesen és nagyon 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 válsz, hogy hogy ő mitől is működik így, ahogy. Pedig nagyon-nagyon egyszerű az ő, az ő létezése. Légy maradéktalanul őszinte önmagaddal mm. szemben. Akár jó, akár rossz. Az az légy őszint. De... Bocs, a legnehezebb. Köszönöm. A legnehezebb. A legnehezebb. Tehát légy maradéktalanul őszinte önmagaddal, és akkor merhetsz őszinte lenni a körülötted lévő világgal is. Miért? Mert senki nem gondolhatja azt, senki nem teheti fel azt a kérdést neked, feléd, hogy miért és te, mert hiszen azzal kezdjük. Igen. És ez nagyon-nagyon ez kíváncsi tett engem, hogy hogyan létezhet egy ember így, amikor a világ pedig, úgy működik, hogy hogy inkább elmis másolom, inkább nem, nem, mondom ki. Mutassunk egy ke kellemesebb, elfogadhatóbb, egyszerű barcot egy. Bocsánat, Igen. de ami benn marad, az megbüdösödik. Igen. Háló. Igen. Az, az, nem nagyon teszám jót sem magamnak, sem pedig, hát én csak azt tudom sugározni a külvilág felé, aki én magam vagyok. De ha én magamnak is hazudok, akkor nem tudok valóságot, valódiságot, őszinteséget adni a világ felé. Ez nagyon-nagyon érdekelt Gerdában. Ezt tanulom, ezt a fajta létezést? Igen, mert nem egyszerű. Nagyon-nagyon nem, nem egyszerű. A legnagyobb szeretettel gondolok az én, az én gyerekkoromra, a szüleimre, tényleg a legnagyobb szeretettel, de pontosan tudom, hogy nem ez volt a módi. Hát persze. Inkább elhallgatunk valamit, akár heteken keresztül is ö, édesapám és édesanyám nem beszéltek egymással, mm. majd egyszer csak ez így megváltozott, és ment minden. Mint volna. Mi... Na voltam. ez az. Kamu. Igen. Hazugság, önbecsapás. És ha önmagamat becsapom, akkor becsapom a környezetemet is. Igen. És ezt meg tilos. Tessék visszamenni, Tessék azt mondani, hogy na én mostantól igyekszem, nem lehet egyik pillanatról a másikra bizony. úgy élni, hiszen én is abban nőttem föl, hmm. amit a szüleimtől láttam. Nem vádolom, eszembe nem jut nem vádolni, nem. a legnagyobb tisztelettel gondolok a szüleimre, és ők nekem az akkori tudásuk szerint a legtöbb jót és a legjobbat adták. Okay. Csak hamis volt. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy én imádlak hallgatni, és még nagyon hosszan elhallgatnák, mert azt érzem, hogy olyan bölcsességet nem tudom, hogy hozod egy gyerekkorból, vagy ahogy meséled, fokozatosan a tapasztalásokon keresztül jutottál el oda, hogy ilyen bölcsességnek a birtokában vagy, de, de öröm veled beszélgetni erről a témáról, őszintén. És most már a Gerdára még extraban kíváncsi vagyok, úgyhogy nem fogja megúszni, hogy, hogy ne úgy hívjam el újra, remélem. El nagyon érdekesen én. rakódik rakódikám, hogy nem tudsz most azonnal még kidobni engem. Nem is akarlak kidobni. Mm -hmm. uh, <laughs> nagyon, nagyon, nagyon érdekes, mert ugye azt mondod, hogy, hogy és én. Is és ezt tapasztalom magamban, mm. hogy, hogy ez jóval később jött ez a fel, az életem során, Igen. jóval később jött ez a felismerés, a gondolkodás, a, a dolgok megfejtése, Korhoz megértése. Tudod kötni? Nem. 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 Történésekhez? Nem. Tehát ahhoz kellett, bizonyos élményekhez, tapasztalathoz kell, hogy, tehát az kellett, néhányszor, néhány neki mentem a falnak, <laughs> és, és akkor, akkor ugye az ember Na most, milyen klassz. Nincs oh, kifogás, azt néztem nincs az előtt. Nincs kifogás. Elő. És ezt az én fiam fedezte föl. Ő találta ki, ő aféle motivációs viseletnek, ruházatnak szánja ezt a dolgot. És én elkezdtem hordani, és nagyon-nagyon sok mindenben a segítségemül van. Nincs kifogás. Tehát, nincs... Amikor neki mentem a falnak, okay. nagyot koppan, akkor azután elhallgat. El. Igen, de de azt mondtam, hogy na vár, várjál, Régasi, te nem, nem sorolhatod a, a körülmények rovására, tehát nem, hozhatod, nem okolhatod a körülményeket, hmm. nem okolhatod a nehéz gyerekkorodat, és a többi, és a hmm. többi. Ezt te most magadnak csináltad. Mi lehetett az oka? És akkor nézzük meg. És akkor jön Ez az, hogy a fiam meg 20 éves korában találta ezt ki, Igen. hogy nincs, nincs kifogás. Igen. Tehát ne a kifogásokat keresd, és ezt ő nem csak nekem célozza, hanem nagyon sok mindenkinek. Ne a kifogásokat keresd, hanem a megoldást. Igenis, van mindenre megoldás. Csak add meg magadnak azt, hogy végig gondolod, hogy mi is történt veled. Vajon mi indukálhatta azt, hogy ami történt, az már pedig... Megtörtént. Megtörtént, mert mi van? Vérzik a térded, Igen. vagy a bármicsoda. Igen. Igen. De akkor mi, mi, mi gerjeszthette ezt a dolgot? Vizsgáld meg, ismert föl, tud megfogalmazni, és arra bele az életedbe, hogy az többet téged ne érjen. Hmm. Uh, igen, ez, 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 ez jóval, jóval később jött. És most Mondva nagyon könnyebb. Ez nagyon, is. Nagyon, büszkén, nagyon büszkén figyelem a fiamat, hogy ő ezt mennyivel korábban kitalálta Abban hiszel, hogy nem véletlenül születnek hozzád éppen azok a lelkek, akik hozzád vagy hozzátok születtek, és hogy tanítanak bennünket? Valójában, mert azt hiszik a felnőttek, sokan tudod, hogy én tanítom a gyerekemet. A nagy frászt. Ő azért jött... Hogy nekem segítsen valamit megtanulni, megfejlődni. Itt <laughs> Nincs van. Kifogás, apa. <laughs> itt van. Pontosan, így van. Igen. Így van. Ezeket ő mondja. Hm. És igenis, nagyon sok esetben gondolok vissza rá, amikor, amikor, mert zsigeri szinten keresi az ember, nem csak én. Én kizárólag. A menekülést. Igen. Hogy valamit miért ne csináljak meg, valamit miért ne tegyek meg, valami miért ne legyen, és a többi. És akkor jön, azt mondja a fiam, a 20 éves, jó, most már 21, Igen, hogy, most már nagyon nagy, hogy egyébként tényleg. Nincs kifogás. Igen. Ne a kifogásokat keresd, hanem a magyarázatokat. És ha megvan a magyarázat, akkor ebből eredmény lesz. Igen. Vagy egyébként jön a pingvinezés végig, hogy hát ez így lakott, hát ez, Igen. hát ez. Nem, nem, dobd ki. Mert a legtöbben mi csinálunk és direkt használok így első szám, vagy mindegy, tehát többes számot első személyet, hogy mit csinálunk, kifele mutogatunk. Aha, aha, Így alakult, kirúgtak, keresztbe tettek, nem tudom, bántott. És a magyar érzi, embernek tudom, a, az egyik leg leggyakrabban használt testrésze, most figyeltelek téged is. Mit csinálok? Tökéletesen működik, tökéletesen működik. A leg, leg, legintenzívebben használt testrésze, az ujja, a kimutogatás? A Erről van szó. Igen. Így van. Igen. Pontosan. Mert miatta történt ez, miatta vagyok élek én rosszabbul, mert ő jobban él, ez amiatt van, hogy gyönyörűen használtad és csináltad. Igen, ez van. Ezt tessék elfelejteni. De ne vá, vá, ezt, ezt, ismered? Ezt a mondást nagyon szeretem, hogy amíg te kifele mutatsz, addig három ujjad magadra mutat. Valójában. Az milyen jó, ezt nem, köszönöm. És tényleg nem keltem fel a Nagyon szeretem, tehát akkor három új, vagy arról háromszor kéne magadba nézned. Ó, bizony. Hogy te? Pontosan. Hol, hol tettél hozzá, hogy alakítottad. legfontosabb? És nem azt jelenti, hogy te vagy a hibás, nem? Csak, hogy valamiért ebbe a helyzetbe kerültél, ahogy te az elején megfogalmaztad. Tehát én bevonzom igen, magamhoz. Igen. Amilyen vagyok, arra az életnek, a világnak van egy válasz. De így van. könyörgöm, a világ csak arra tud válaszolni, ahogy én megszólítom. Igen. Mi az én megszólításom? Az én létezésem, a cselekvéseim, a megnyilvánulásaim. Így van. Ezzel szólítom meg a világot, és a világ arra reagál. Így van. És te most hogy érzed, hogy a helyeden vagy a világban? Jó helyen vagy, jó emberek között? abszolút jó helyen vagyok. És, és és abszolút azt érzem, hogy nem tudom még, nem tudom még pontosan megfogalmazni, hogy ezt a jó helyzetemet én hogyan tudnám a legjobban fölhasználni. Uh -huh. Nem kihasználni. Fölhasználni. Abszolút jó jó közegben vagyok. hálás vagyok és akkor szabadon választott jó Istennek, vagy a sorsomnak, hogy ezek az emberek vesznek körül, igen. akikkel, akikkel nap mint nap találkozom, akiket nap mint nap megölelhetek, megcsókolhatom, vagy, vagy tehát igen, zseniális a környezetem. <hül> és szeretnék, mivel foglalkozom például? Na. Azzal foglalkozom, hogy, hogy jól éljem az életet. De jó. Mégpedig ezt hogy csinálom? Igyekszem minden este uh, találni, megtalálni azokat a pillanatokat, amik, amik aznap nekem, bennem jó érzést keltettek. Jó. Maradéktalanul jót. Minden nap van olyan? Minden nap. Mind, bocsánat, uh, lehet, hogy sokaknak elveszem a kedvét, meg a hitét, Mindenkinek van az életében van. jó pillanat. Mindenkinek. Csak nem van. arra fókuszálunk, a, a rosszra több. Mindenkire rosszra van. fókuszál az ember. Tessék ezt, ezt magadban fölidézni, és ha ezzel alszol el, akkor még nincs vége a dolognak. Másnap reggel tessék visszagondolni. Igenis, munka kell az életedbe. Ha Munka persze. kell abba, a, a, hogy, hogy a szerelmet holnap is a szerelmed legyen, hogy a családod holnap is a család, hogy a gyerkődszöd úgy érezzen ahhoz. Tehát igenis munkát kell fektetni az életembe. Az nem csak úgy odafújja a szél. Másnap reggel tessék visszagondolni ugyanerre a pillanatra. És akkor így indul el a napod. Hát ez isteni. Ez egy nagyon jó, ez olyan, mint egy technika tulajdonképpen. Ö igen, én tudatosan fejlesztettem így a, a személyiségemet, annak idején, amikor f ráébredtem arra, hogy mi ez, hogy puf, most neki mentem a falnak, és ez most nekem nagyon fáj, akkor Igen. mit kéne csinálni Igen. ahhoz, hogy... Ö, én ezt nem tudtam, hogy 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 létezik ez, de mégiscsak elkezdtem ö, beleavatkozni önmagam életébe. Szuper vagy. Ha beleavatkozni önmagam Mert életébe. Mert ezt meg tudjuk tenni. Abszolút, erről, ezt van, ezt meg szó. erről tenni. van szó. Erről van szó igazából egy ember tudja megtenni. Én Így magam. Van. Így van. Ennyi. Hm. Bocsi, mert nincs kifogás. Igen, imádom. nagyon jó. Na és volt-e már olyan élményed, volt. hogy védikus... Ne, várjálta, <laughs> hogy védikus asztrológus elevezte volna a képletedet? Egyetlen asztrológussal volt már dolgod, aki esetleg a képletedet megnézte? Igazából nem, nem menekülök tőle, de nem nem kerestem sohasem a, azokat a pillanatokat, azokat a helyzeteket, hogy egészen addig, amíg Pikali Gerda be nem költözött az én életembe. És a szívedbe, igen. És Gerda, Gerda nagyon-nagyon, és akkor mire figyelsz oda? Tehát nem azt mondod, hogy jó, persze, Gerda, most ezt is már megint... Nem. Ettől is gazdagabb az ő élete. Gazdagabb az ő élete, létezése, mint az enyém. Tehát ez igenis kiváltott belőlem egyfajta nyitottságot. Hogy ez hogy van? Hogy van az, hogy, hogy a dolog az nem, nem, biztos, hogy most a mostaniak miatt fordul velem éppen úgy, hanem lehet, hogy valami sokkal korábbról gyökeredzik. Így van. Sokkal korábbról ered. Szóval kíváncsi váltett Gerda, de tényleg? Hát, inne, hát imádom. Én is. Én... Nem pont úgy, mint te, de ez talán jó is. És akkor ezek szerint volt már ilyesmiben részed? Tehát horoszkóp elemzésben, ami a saját képleted, egyéni képleted elem? Képzeld, nem. Abban még nem. nem? Nem. Akkor most Csak azért van benne egy nyitottság -e ezek abszolút, a jó abszolút, jó. abszolút, 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 igen, igen. Akkor behívhatom hozzád a Katit? Legyen így. Jaj, de jó. Várom. Köszönöm már ezt az előső beszélgetést is nagyon-nagyon élveztem. Nagyon. És hálás vagyok érte, hogy jöttél. Lehet hétvége vagy hétköznap, vedd észre az apró sikereket és bonts pesgőt. a minőségi pillanatokra. A műsor és a Jórandik támogatója a megújult randi vonal. Károly feleségének hála nagyon nyitottan állt védikus asztrológusunk Gyurkó Katalin elemzéséhez. Hát elérkezett akkor a várba várt pillanat. Mondd, hát nem tudom, mennyire vártad. Beszéltünk arról, hogy, hogy ez egy ideig nagyon-nagyon távol állt tőlem, de, de jelentős változásokon este át az életem során. Jó, hát 60 év alatt sok minden megváltozhat. És, és nem csak, hogy, hogy befogadóvá váltam, hanem kíváncsivá is. Ebben nagyon nagy szerepe van az én, az én szerelmemnek, a feleségemnek Gerdának, mert látom rajta, hogy ő abszolút befogadó, ő is kíváncsi a, a, a dolgok menetére, történetére, akár eleve elrendeltetésére is, és persze, hogy persze, hogy az belőlem is egy kíváncsiságot vált ki, hát hiszen látom, hogy milyen, és amilyen, úgy nagyon szeretem, ergo kíváncsi vagyok arra, hogy Örülök, hogy nyitott vagy, és, és hogy maga az asztrológia abban gondolkodik, hogy minden ember, aki itt van földi testben, ő egy lélek, és hogy a lélek az az egy ilyen halhatatlan vagy örök valami bennünk. És hogy ez a lélek úgy tanulja magát, hogy testről testre vándorol, tehát életről életre vándorol a lélek. És mindig, amikor fizikai testben vagyunk, mint mi most hárman, akkor nagyon sok választási lehetőségünk van, fejlődési lehetőségünk van, gyakorolhatjuk a szabad akaratunkat, bemegyünk ezen azon az ajtón vagy sem, kit választunk az életemben, mit, minek vetünk véget? tehát rengeteg választási lehetőségünk van, hogy a földi életünknek, a testben töltött életünknek mindig az a fenesége, hogy homályosan látunk. Mert amikor vége van a fizikai testben töltött élet tanulásnak, akkor a lélek egy egészen más, egy sokkal passzívabb fázisba érkezik meg, ahol nincs fejlődés, nincs változás, nincs szabad akarat, tisztánlátás van. És ebben a fázisban a lélek mindig visszatekint az előző életére, és avval szembesül, ha tetszik, ha nem, mindenki, hogy mit csináltam az előző életemben. Mi az, amivel jól éltem, mi az, amiben fejlődtem, mi az, amikor nemes voltam, segítettem, és mi volt az, amikor voltam mondjuk egy önző kutya, vagy egy olyan valaki, aki bánatot, szenvedést okoztam, vagy visszaéltem valamilyen lehetőséggel, vagy például nem éltem valamilyen lehetőséggel. És a léleknek ebben a fejlődési fázisban, ami egy elég passzív valami, nincs más korrekciós lehetősége, csak az, hogy összerak egy új élettervet, és ez lesz a horoszkóp, ez lesz a mi forgatókönyvünk, vagy ez lesz a mi következő élettörténetünk. Tehát nem arról van szó, hogy a Belzebub kitalálja, hogy hogyan szívasson meg bennünket, hanem mi magunk próbáljuk azt jóvá tenni, amit az előző életben valahogy nem sikerült. És természetesen hozunk magunkkal egy csomó jót is, ezt hívjuk úgy, hogy pozitív karma, amiben tehetségesek vagyunk, amiben ügyesek, okosak, sikeresek, adottságokat, ami könnyen mennek az életünkben. És hát van a negatív karma, vagy sorsfeladat, ami pedig azt jelenti, hogy valami fő feladat, vagy az azt környező dolgok, amiben, amiben muszáj lenne fejlődnünk. És hát van még egy, amit érdemes erről az egész folyamatról tudni, az az, hogy amikor megszületünk az általunk összerakott forgatókönyvvel, akkor azt elfelejtjük. És nem felejtjük el, hanem lesüljed a tudattalanunkba, és a tudattalanunkból mindenféle késztetések, ösztönök, dinamikák, választási mintázatok, fóbiák formájában irányít bennünket. Tehát valami felszivárog a tudattalamból, és ilyen módon tudunk arról, hogy mit utálunk, mit szeretünk, miért választjuk a kék szeműt, miért szeretjük a ilyen, olyan, olyan. És magának az asztrológiának az az értelme, hogy hát emlékezteti az illetőt arra, hogy mit hozott magával. Mi van a sorskönyvébe, vagy mi van a, a forgatókönyvében. De nézzünk bele a te forgatókönyvbe. Ez így elfogadható? Izgalmas, nagyon, Jó, izgalmas <sínt> nagyon izgalmas. nagyon <sínt> Te horoszkópodban két nagyon erős fókusz van. Az egyik az, az egy olyan motiváció, mozgatórugó, úgy fogalmaznám meg, hogy olyan életekből jössz, amikor mindig a magad ura voltál. És rettentő tevékeny voltál, túlélőképességeket sajátítottál el, mindig mindent kibírtál. De egyedül voltál. Tehát olyan életekből jössz, amikor ilyen magányos túlélőként látlak téged, amikor mindent kibírtál, mindenre találtál megoldást, de nem kellett senkihez se viszonyulnod, nem kellett alkalmazkodnod, és nem kellett szeretned. Meg nem kellett szeretve lenned sem. Tehát a magányból jössz ez egy nagyon erős fókusz a horoszkópodban, ami nem a magány, hanem az, hogy túlélő képességeid vannak, de az életedben ez már nem lesz elég, mert kell tanulnod az érzékenységedet is, hogy hogyan tudsz szeretni, hogyan tudsz mindenféle érzelmi folyamatokba belekerülni, hogyan tudod elfogadni a szeretetet, hogyan tudod kinyilvánítani, hogyan tudod a ragaszkodásodat például. Tehát mindenféle olyan dolgot, ami nem a fizikai sikról beszél, hanem arról, ami láthatatlan bennünk. Na, mi a helyzet ezzel? Ez óriási, ahogy, ahogy ezt, ezt most hallom. Ugyanis igenis rájöttem arra, hogy, hogy és ez megint csak nem, nem a nagyon régi életemből, hanem, hanem mostanában, hogy például mennyire fontos az, hogy én ne csak érezzek valamit. Én szeretem Gerdát. De ez nem elég. Ezt el kell neki mondani. Igen, kell, ezt ki kell ki kell, ki kell fejezni. De, sőt, az sem elég, hogy, hogy, hogy Kinyitom előtte az ajtót, hogy virágokat adok neki, hogy hogy, hogy, hogy elmegyünk vacsorázni, vagy de nem. A legegyszerűbb módon belenézni a szemébe és elmondani, hogy uh -huh. szeretlek. Jó, hogy vagy nekem. Ezek piszkosú, de a gyerekemnek is. Ez időbe telt? Még egyébként ezt oh, nem mondtam. Te nem voltál kimondós típus? Hogyne? Hát ha én azt érzem, hogy, hogy, hogy szeretem a számomra fontos embert. Hát akkor ő is kell, hogy érezze. No, akkor most miért, miért, mondjam ezt ki? még kéne ezt kimondani? erről van szó. Hát. Vagy a gyerkőcön például. Ö, ez most volt. Ö, néztem, ez teljesen idióta, forma egy, ez, ez mánia. volt. Ki, próbálom kisöpörni, de nem. Tehát néztem, éppen a rajt környékén voltak, Zsigmondom, ö, éppen lejött a szobájából, és a mosogatógépből a tiszta edényeket elkezdte kipakolni. Egy Röntős 21 kérek. éves pasas Igen. elpakol a rendes. amire az idióta apja megkéri, hogy Zsigmond légy szíves, csöndesebben pakol, mert most van a rajt, és a. Ő, ő nem, nem becsukta a mosogató ajtaját, hogy akkor, édesapám, akkor rak ki magadnak ahol, hanem Mondta, jó, és csöndesebben pakolt, viszont utána, amikor ezt én végig futattam magamban, akkor az következett, fölmentem hozzá a szobába, kopogtam, azt mondta, hogy, hogy bemeltek, és mondtam neki, hogy bocsánatot kérek. Hmm. Bocsánatot kérek, mert ez egy óriási nagy dolog, hogy te itt vagy egy ennyi idős fiatal férfi, és te a mosogatógéből kipakolod az el, bármi igen, csodát persze. is, de hogy, hogy közre működik a létezésünkben, akkor az idióta apja ne azt mondja, hogy te légy szíves, legyél már csendesebben, mert most rajtolnak Hamiltoni, hanem nem. És, és tudod, mi volt a csodálatos? Na. Azt mondta erre Zsigmond, hogy édesapa, én ezt abszolút megértem, de annyira jól esett, hogy ezt elmondtam. Istenem. Na, ezek a nagy dolgok. Igen, igen. Nem, én nem azt mondom, hogy te érzéketlen vagy, vagy Persze. érzelemmentes vagy, hanem ebben a láthatatlan régióban, amit úgy hívunk, hogy, hogy érzelmek kifejezése, megélése, megengedése magunknak vagy kimutatása, ebben van fejlődni valód, mert valahogy ennek a hiányából érkezel. És egyébként figyelmetbe ajánlom, ez nem asztrológia, de van egy olyan neten is elérhető dolog, hogy öt szeretett nyelv. Hallottál róla esetleg? Egy nagyon-nagyon intelligens dolog. Eh, arról szól, hogy mindenkinek más és más a szeretet nyelve. Tehát van, aki gesztusokat igényel, van, aki ölelést, van, aki ajándékot, van, aki figyelmet, van, aki én időt, azt hiszem, hogy ilyen együtt töltött időt. És ezt nézd meg, érdemes esetleg kitölteni. Van egy nagyon rövid teszt is ehhez a dologhoz, elérhető az, az interneten. Aval szembesülsz, hogy neked mi a szeretett nyelved, uh -huh. és hogy például a szerelmednek mi a szeretett nyelve. Mert ez lehet, hogy két különböző. És őt az ő nyelvén kell szeretned. Na most akkor menjünk tovább, mondd még, hogy mi az, ami, amit hozott magával. Akár nem, a saját logikát szerint menjünk Azt gondolom, hogy nagyon értelmes vagy. Azt gondolom, hogy mindent túl agyalsz, mindent az ég a világon. Állandóan, az állandóan zakatol az agyad. Az, az Állandóan, és ez lehet egy picit fárasztó. <laughs> Saját magadnak persze. Azt gondolom, hogy hogy sok-sok olyan életed lehetett, amikor valahogy így foglalkoztál tanulással, tehát rengeteget paléroztad az agyadat, és ettől vagy okos. Tehát az okosságunk például egy ilyen pozitív karma, egy képesség, vagy egy adottság, Amiért már megdolgoztunk. Tehát nem, nem, nem csak így jön a, a valamiből. Ö, azt gondolom, hogy voltak olyan életeid, amikor ilyen nagyon ö, ilyen művész emberek társaságában forgolódtál. Ez ilyen francia vagy olasz életekre emlékeztet, amit látok a horoszkópodban. A társaságképességedet, az, hogy mindenkivel tudsz csacsogni, megtalálod a hangod, az, hogy tudsz játszani. Az, hogy meg tudod magadat mutatni, vagy kreatív vagy, azt ezekből az életeidből hozod. Amit ezekhez az életeidhez képest ki kell nőnőd, az az, hogy azokban az életeidben nagyon önös voltál, vagy csak saját magaddal foglalkoztál. Tehát valamiféle felelősségvállalás, felnövők, tudom, hogy amit teszek, annak van következménye, következmények is az enyémek. Ez, ez egy nagyon erős tanulási feladat a horoszkópodban. Jóbi, ez jó Elképes. cucc. Elképesztő. <laughs> Erről beszélgettetek? Nem csak, nem, csak most látom rajta, hogy ezek mind-mind valahova betalálnak. De nagyon, <laughs> de nagyon-nagyon-nagyon. Innám a továbbiakat. Mond. <gül> 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 Ugye ez nem feladat, ez inkább egy ilyen, látszik a horoszkópodban, hogy, hogy tudsz nagyon, nagyon erős lenni, nagyon meg tudod magadat mutatni, ehhez megvannak az adottságaid is, de, de belül nagyon sok kétséged lehet, vagy bizonytalanságot saját magaddal kapcsolatban. Ez abszolút igaz. Hogy ez, ez, mindig valami, ez egy segítség valahol. Tehát annak érdemes felfogni, hogy, hogy az ember mindig keresse magában valahogy a megoldást, vagy keresse az okokat. Egyébként alap, alap esetben ezek a bizonyos belső önértékelési billegések nagyon hajlamosítanak bennünket mindenféle játszmákra. Az egyik ilyen játszma az, hogy majd én megmutatom, hogy én milyen értékes vagyok, vagy milyen szerethető vagyok. Én egy alkalmazott vagyok. Alkalmazható vagyok. Tehát én abból indulok ki, hogy, hogy akkor teszem helyén és helyesen a dolgokat, használhatóan a dolgomat, hogyha alkalmaznak. Mert van a világ, aki, aki fölméri, hogy igen, majd tud verset mondani, egy, kettő, három, négy, hat, közöttük van Rékasi is. Én azért választom Rékasit ebből a, a, csoportból, mert ő a leghasználhatóbb, a legalkalmazhatóbb. És én igenis vágyom arra, hogy abban a, abban a szűk szegmensben, amiben vagyunk, létezem, abban is a legjobbak közé tartozza. Gerdának ö, ö, szoktam bizonygatni olykor, hogy igen, nekem szükségem van a visszaigazolásra. Hmm. Mert a visszaigazolás az, a mérték, ami, ami, amit én csinálok, az nem mérhető centiméterrel, kilóval, ö, stopperrel, bár, tehát nem lehet mérni. Tapsal azért mérhető. A visszaigazolás, na de ahhoz, de akkor hogy kell a visszaigazolás, érjen, igen. ahhoz, olyan helyzetbe kell kerülnöm, hogy, hogy tudjanak tapsolni. Tehát ahhoz engem alkalmazni uh, kell. kell. Igen. Miért kezdtem el motorral járni? Azért, hogy alkalmassá tegyem magam. Igen, alkalmassá tegyem magam, ha te is hiszel bennem, és te is hiszel bennem, akkor téged is úgy tudjalak segíteni, a te elképzelésed szerint, meg neked is úgy lehessek a segítségedre. Tehát te legyél abban biztos, hogy engem kiérsz forgatásra reggel 7 órára, leszel. én ott vagyok, a és jem. fölkészültem. Ha, ha vársz arra, hogy próbáljunk 10 órától, akkor én 10 órakor ott leszek. Te tudd, hogy én ott leszek. Tehát ilyen, ilyen vágyaim voltak nekem, a megfelelés, Igen? igenis a megfelelés. Amiben benne van az, hogy igenis teljesíteni akarsz, hát ha már aha, felkérted, aha, ha már aha. vágynak rá, a, vagy téged szeretnének alkalmazni. Igen, csak Junkat. a kicsiket probléma az az, hogy a te élettervedben nem ez a cél, hanem az, hogy tanuld a lelkedet, mm -hmm. vagy tanulj kommunikálni a lelkeddel, vagy az érzékenységeddel. Mm, azt gondolom, hogy, hogy, éppen arról beszéltünk, hogy, hogy talán ez is tetten érhető. Most arra igen. Igen, én most csak biztos vagyok benne, én csak arra szeretnék utalni, hogy nem véletlen, hogy történt veled a baleseted. Mert szerettek volna leállítani arról a túlvállalásról, ami keresztül mindig szeretted volna megszerezni az elismerést, meg az alkalmazhatóságot, ahogy te fogalmazol. Imádtam, hogy annyi, annyi szükség van rám, Fereztek annyi szükség jöjjön. mutatkozik értem. Uh, rám. Nyári szünetben a többiek strandoltak, én meg a dolgoztam, édesapuval a lovaskocsit. Tü tüzelőanyagot szállítottunk, vagy építőanyagot, vagy bármit, amire szólt a megrendelés. Ott álltunk, egy ménkű nagy szénhegy előtt, mm. amit a nap már uh, rogyásig szétsütött, tehát ilyen csupa por, meg mindenféle, belül ott volt még rendes Édesapám megtanított, hogy hogy kell onnan kiásni a rendes jószenet, amit elvihetünk a, a megrendelőnek. Nekem már minden nem folyt a, a veríték, és csupa szénpor voltam, meg mindenféle, hmm. és emlékszem rá, hogy egyszer mondtam édesapunak, hogy édesapu, de ez a szénpor is nyomja a súlyt, az is elég a kályhában, egy pár lapáttal nem tehetnénk föl abból is, mert már rengeteg lapátot elraksz mikor mikorra jön egy kicsike jó, amit majd felraksz a, hmm. a kocsira. És azt mondta édesapám, hogy mindenféle indulat nélkül, hogy, és most jön a csúnyaság, de nem a csúnyaságért mondom, kisfiam, miért adjunk ki szarmunkát a kezünkből, amikor kiadhatunk jót is? <laughs> Oké. Okay. És ezzel a mondattal elindul valaki Jászberényből, és itt fölkerül a színpadokra, plusz egy, egy olyan sorozat, amit a legtöbben néznek az országban, ott is fontos szeretet adnak, számítanak rám, akkor, akkor én azt érzem, hogy nekem az a dolgom, hogy ami a csövön kifér, folyam ezenre. Az, hogy ezt kellő érzékenységgel, vagy átéléssel, vagy empátiával csináld, vagy a szereteted kimutatásával, ez a, a tanulnivalót, így van, uh -huh. így van. Hogy akkor, amikor visszamész egy nagyon erős teljesítménykényszerbe, jó munkába, jól csinálom, megbízható vagyok, stb. Picit olyan, mint a regresszálnál azokba az életeidbe, amikor csekedben léteztél. Érted? És ott... Ezt. <laughs> ott, ott történt valami, valami, hát nem szép korrekció, mert nyilván nagyon nehéz lehetett, <laughs> de hogy nem véletlenül történt az, ami történt. Szeretett volna a helyedre ter terelni most akkor van egy kérdésem Kati, mert ő azt mesélte, hogy a balesete idején, amíg magához tért, de nem volt teljesen magánál, miután újraélesztették, latinul kezdett el beszélni. Látszik ilyesmi a képletben? Hogy milyen kötődés lehetett? Miért lett beszélt jó. latinul? Úgy úgy beszélt folyékonyan latinul, hogy nem, nem tanul ebben az életében semmilyen nyelvet. Tehát próbálkozott, de nem, nem tudta nem sajátítani. Sajátikon. Semmi. Hát ilyen, ilyen római korban élt életek azok valószínűek, tehát élhettél a római birodalomban, és ott beszélhettél. Meg voltak olyan életeid, amikor elzártságban éltél, és hogy ez mindig bekötődik valahogy abba, hogy lehetél szerzetes hát. például. Elképesztő. El tudod képzelni? Tehát, hogy ez az a az, a, az a döbbenetes, hogy igen. Tehát el tudom képzelni azt is, uh, ami amire már utaltál, hogy 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 a egyfajta egyedüllét, uh -huh. egyfajta uh, magamra figyelés és, és nem, nem uh, tehát volt olyan időszak a létezésemben, amikor nem kellett a másoknak megfelelés, a mások által való elfogadtatásra törekednem. Tehát ez, ez uh, és lehetett, az is ismerős. Úgy benne van a, mm. benne van a, a létezésemben. Mm. Na Abszolút. nekem már csak egy kérdésem van, ha megengeded, az pedig az, hogy ebben a pillanatban mi veszi őt körül, mi az, amire figyeljen, mi az, amire fókuszáljon. Mm. Nézzük meg, hogy most hogy állnak neki a csillagok. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen letisztulós időszakban vagy. Egy olyan időszakban, amikor többet megérthetsz magadból, és letehetsz olyan Nyilván nem tudatos játszmákat vagy szerepeket, amikre már nincsen szükség ahhoz, hogy jobban legyél magaddal, vagy jobban tudjál szeretni például. Mm. Mm. Szóval gyakorlatilag valami tanulandónak a végéhez közeledik? Egy ilyen letisztulás, elengedés, megértés időszakában. Vagy ezt én én azt gondolom, hogy körbe egy évvel ezelőtt kezdődött el, és kb. még egy fél évig tart. Nevezhetem én ezt. Ez azt jelentheti, amit én érzek, hogy, hogy az elfogadás. Én magamon azt veszem észre valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva, de tényleg nem értem, hogy miért. Hogy hogy, 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 gyakorlom azt, hogy elfogadok bizonyos dolgokat a világban, ami, ami, ami van, van körülöttem. Tehát ez az elfogadás ez lehet, hogy, hogy én azt érzem, ami, amit, például, aha, aha. aha. Van még bármilyen kérdésed, Károly? Ó, ezer. Bodrogi Gyuszi bácsitól ellestem és elcsentem egy gondolatot, aki azt mondta, és nagyon tetszik, azóta használom, hogy addig akarok élni, amíg meg nem halok, de addig élni akarok. És azt szeretném, mert ugye nincs buta kérdés, meddig fogok élni, amíg meg nem halok? Uh -huh. Egyrészt sokáig, és ezt nem mondom meg. Nem foglalkozunk a halállal, hogy az élet hossza. Nem véletlenül nem. Viszont itt hozzátenném azt, amit Kati szokott mondani, hogy egyébként nem egy kilépési pont lehetősége van az embernek egy életen belül. Tehát, hogy nem, uh -huh. nem nincs olyan, hogy itt Meg hal valaki. Hanem, de nem, te... ha írva van, akkor, akkor az írva van. De, de, Ír, de a szabad akarat is itt van. Így van. Volt, volt erre, hatok, is, volt erre is, amikor példa, amikor úgy éreztem, hogy, hogy itt, most, itt most egy kicsikét jobban kicsesződött velem, mint ahogy én azt tudnám kezelni, hm. akkor ö, éppen nagyon sok műtétem voltam túl, és még nagyon nem voltam rendben, nagyon-nagyon nem jól működött a gyerkőceimmel, szóval azt éreztem, hogy ezt most én nem tudom, pedig úgy hiszek magamban, hogy én ezt meg tudok oldani dolgokat. Itt van tessék, én úgy hiszek magamban, de akkor csak azt éreztem, hogy ez most, ez most nem megy tovább. Meghaladja ezt. És szépen csöndben ö, fölkészültem arra, hogy itt én most lezárom ezt a dolgot, hmm. leteszem, leteszem a mondat végén a pontot. Pontosan kitaláltam mindent. Tehát minden részletét abszolút kidolgoztam, meg volt, meg volt a módja, meg volt a helyszíne, minden. És ö, ö, eléggé biztosra mentem. Amiért nem csináltam meg, egyetlen egy oka volt. Azt gondoltam, hogy hogy mindenki előbb-utóbb föl tudja dolgozni a környezetemben, hogy, hogy én hoztam egy, mindenki el tudja dönteni, jó döntést, rossz döntést, valamilyen, de én hoztam egy döntést. Egy valaki nem tudná ezt földolgozni, és, és miatta nem történt meg ez a dolog, édesanyám. Édesanyám egész biztos, hogy nem tudta volna azt földolgozni, hogy az ő fia előbb lép át abba a másik világba, mint ő. Meg egyébként egy rendszerhiba az öngyilkosság. Az nem érdekel. Abban a pillanatban nyilván nem érdekel. Akkor, akkor az nem az érdekel. Olyan De az csak annyit szeretnék neked erre, erre így, így visszajelezni, hogy valaki, aki az érzékenységét tanulja, mert az érzéketlenségből a kibiromból jön, annak a lelke nem nagyon tud máshogy üzenni, csak úgy, hogy azt mondja, hogy akkor. A korrigálandó dolgokat kiteszem neked az üzenőfalra. És az üzenőfal az a testünk. Tehát minden fizikai nyavajánk, a tyúkszemtől a migrénig, az valamilyen üzenet. Arról, hogy hibás úton vagy, vagy hibás a működésed. Valamit át kellene alakítani, más, valamit máshogy kell csinálni. Tehát a hozott keménységeden olyan, mintha csak a betegségeiden keresztül tudna, vagy, a baleseten keresztül vagy egy baleseten keresztül. keresztül tudna áttörni egy üzenet. Miközben a legjobb szándékom indukálta Persze. ezeket a dolgokat. Persze. A Ittán. legjobb szándékom. Csak a, hát, le, csak a lelked ez. így tudott üzenni gyakorlatilag, bármilyen én, különösen. szólhatok oda másképp is. Jó, dolgós, hogy de hát próbálkozott, hát, csak nem jött már. Nehezen hallod meg az üzenet. Nehezen tudsz korrigálni, nehezen tudsz változtatni. Az a lényeg, hogy jól haladsz az úton. Bizony. nyugtázom, így Úgy a horoszkópod hogy... alapján. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kati, neked is, hogy jöttél és meséltél, és neked, hogy nyitott voltál erre, és ennyi mindent megosztottál. Igen. Remélem, élvezted azért. Köszönöm ezeket a gondolatokat, a köszönöm. A Ez a szépen. nekem egy nagyon jó utazás volt. De Nagyon-nagyon jó. Köszönöm, köszönöm szépen. A mai világ látszólag az alapján értékeli az embert, hogy mit tesz le az asztalra, milyen sikeres, mekkora teljesítményre képes. Mindez materiális szemléletre vall, pedig a valódi érték épp a szívben és a lélekben lakozik. Abban, hogy ki milyen segítőkész, mennyire együttérző és mennyire képes szeretni. Én azt mondtam, amikor olimpiai bajnok lettem, hogy ez benne volt a sorsomban. Úgy gondolod? Biztos, hogy benne volt. Persze dolgozni kellett, persze mindennek kellett csinálni, de, de valamiért akkor, ott és úgy. Hány olimpiai bajnokunk van, de én arra vagyok a legbüszkébb, hogy azon az olimpiai bajnoki címnél az anyukám ott állt. Az az ember, aki 27 évig reménykedett, hogy a gyermeke álma valóra válik. És a történetünk egy olyan kereket alkotott, hogy ezt Hollywoodba sírták volna meg Igen. jobban. Hogy becsapsz, és az az első mondatod nem az, hogy megcsináltam, hanem hogy ugye anya láttad.